Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vinkréka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nők a tudományban. Konferencia Bonyhádon. Schwab bál Szekszárdon. Már a harmadik generáció szervezi ezt a nívós eseményt. Hagyományőrzés. Székely disznóvágás Tevelen. Farsangolás. Jelmezbe öltözve törekedtek elűzni a telet Dombóváron. A Nők nehezített pályán program sorozat indítói és a Bonyhádi Völgységi Múzeum Nők a Tudományban elnevezésű konferenciát rendezett Bonyhádon, a Perczel Kúriában. Az eseményen tudományos kutatói pályán dolgozó nők tartottak előadásokat. Idén 5. alkalommal rendezték meg a Nők a Tudományban elnevezésű konferenciát. Az eseménynek ezúttal Bonyhád adott otthont. Balázsi Katalin a Nők a Tudományban Egyesület elnöke és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Vékony Réteg Fizika Laboratóriumának vezetője. Különféle anyagok fejlesztésével foglalkoznak. Alapkutatást vagy ipari kutatást végzünk, például a tojáshé az ilyen nagyon közeli lehet a nézők részére, vagy hallgatók részére. A tojáshéjat feldolgozzuk, mivel nagyon sok benne a magnézium sztroncium, ez egy tökéletes implantátumanyag, és ugye ez egy kvázi szemét, amit mi feldolgozunk. Ebből égetéssel és különféle technológiákkal egy olyan implantátumot tudunk készíteni, amit fogászok tudnak alkalmazni, vagy akár a titán implantátumra egy vékony bevonatot tudunk készíteni, és akkor nagyon gyorsan csontosodik a beültetés után. Ez mindenkinek jó, főként a páciensnek, aki sokkal korábban tud teljes életet élni. A kutató szerint a nőknek sokkal nehezebb a tudományos pályán megállni a helyüket. Egy kicsit pozitívan tudjuk őket diszkriminálni, figyelembe venni ezeket a pályákat, és főleg megmutatni, hogy merjék vállalni, mert pont azért, hogy nagyon férfias pálya, nem is sokan mernek erre lépni, mert ugye ez nem a hölgyeknek való. Ha ezeket a sztereotípiákat fel tudjuk bontani, akkor igenis ennek van jövője, mert nagyon nagy szükség van a mérnökökre Magyarországon, a hölgyekre is. Hírra Tóth Andrea, a Pécsi Tudomány Egyetem oktatási igazgatóságán belül a karrier irodát vezeti. Business coachként és trénerként dolgozik. Hallgatókat segítenek abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő karrierutat. Sokféle programunk van, tréningeket is tartunk, ami az önismeretre világítja rá a hallgatókat. Nagyon sokan úgy jönnek be az egyetemre, hogy még nem tudják, hogy miért választottak egy adott szakot. Sőt, már kezdjük a középiskolákban pályaorientációval, hogy lehetőleg olyan szakot válasszanak, ami őnekik jó lesz. És akkor egyéni tanácsadásokat is kínálunk a hallgatóknak, amiben pedig személyre szabott segítséget tudunk nyújtani. Leginkább azt, hogy ők találjanak rá arra, ami nekik a legmegfelelőbb. A szervezők abban bíznak, hogy a rendezvényt jövőre még nagyobb közönség előtt tudják megtartani. Szombaton nagyszabású Schwab bált rendeztek Szekszárdon. A több mint 5 évtizedes múlttal rendelkező német hagyományokat éltető vigadalom résztvevői megtöltötték a PTI és Gyula kar auláját. Az este a magyarországi németek himnuszának közös éneklésével kezdődött. Töttős Gábor, a Schwabbál szervezőbizottság tagja elmondta nekünk, hogy Szekszárdon 1971 óta rendezik meg ezt a német hagyományokat életben tartó rendezvényt. Az ide betelepült németek csak házaknál tudtak együtt ünnepelni, örülni, kicsit zenélgetni, kicsit táncolgatni, és ebből alakult ki 71-re az első komoly Schwab bál, az már nyilvános Schwab bál, akkor már volt erre lehetőség, illetve meg volt rá bőven a közönség is. Számomra azért nagyon fontos ez a bál, mert hogy a nagyapámék kezdték el szervezni, idősebb Krézi Jánosról beszélek, idősebb Hepp Ádám bácsival szervezték még annak idején, és én azt hiszem, hogy egyrészt kötelesség is ez ilyen tradíciókat továbbvinni, másrészt pedig öröm, mert hogy gyerekkoromtól kezdve részt vettem ezekben a bálokban. A Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes fellépésével kellően vidám hangulatot teremtett a bál kezdéséhez. Hát
Itt ma este két táncot fognak látni tőlünk. Az egyik a Bréber István koreográfiája, a Brembergi tánc. Ez egy nagyon dekoratív, szalagos táncnak is hívjuk, mert az elején egy ilyen lányok egy fonással kezdenek, egy szalagot, egy rudra fogják ráfonni a szalagot. A második táncunk pedig az Auf der Vogelwiese címet viseli, ez egy saját koreográfia, ez pedig egy vidám kis tánc, aminek reméljük, hogy nagyon örülni fog a közönség. A hajnalig tartó mulatságra minden korosztályból érkeztek, hogy a magyarországi német, Oberkrainer magyar slágerekre és angol örökzöldekre táncoljanak. Az első sváb bál, úgy emlékszem, hogy a Gement szállóban volt, és akkor még több zenekar játszott. Tehát azóta minden évben. Minden évben, csak amikor szültem és pici volt a baba, akkor nem, de 3-at szültem, úgyhogy 3 év kimaradt. Egyébként minden évben is nagyon jól érezzük magunkat. A szokások és a kultúra nem őrizgetéssel, hanem megéléssel, élményekkel tarthatóak életben. Reméljük, hogy a negyedik generáció is tovább fogja vinni ezt a szép hagyományt. Most rövid híreink következnek. Egy személygépkocsi árokba hajtott, majd fának ütközött pénteken késő este Kölesd, Alsó Hídvég közelében. A járműben 5 személy utazott, ők a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak a gépjárműből. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanítást végeztek. Gyorsan halad a költözés a szekszárdi Vörösmarty utca 5 szám alatt kialakított rendelőkben. Dr. Bálint Orsolya és Dr. Papp Zoltán már ezen a helyszínen változatlan rendelési időben várja a betegeket. A korábbi orvosi ügyelet helyén kialakított rendelő felújítását a város Európai Uniós támogatásnak köszönheti, így nem csak a szolgáltatás színvonalát tudják növelni, hanem az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkennek. A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért felmérései szerint 10-ből 9 magyar ember a házasságot tartja a legjobb párkapcsolati formának, és a fiatalok többsége is házasságban szeretné élni. A magyarok lelki állapotát vizsgáló Hungarostudy kutatás egyértelműen rávilágít arra, hogy a házasság fontos egészségvédő tényező, testi és lelki szempontból egyaránt. A Teveli Székelykör 6. alkalommal rendezett székely disznóvágást. A szervezők célja hagyományok felidézése és megőrzése. A teveli székely disznóvágáson a résztvevők a szokásoknak megfelelően szalmával beterítve perzselték az állatot. Erős Pál, a teveli székely kör elnöke azt mondta, a disznóvágások összességében eltűnőben vannak Magyarországon. Egy picit reneszánszát éri abból kifolyólag, hogy egy ilyen közösség kovácsoló hatása van, és mondhatnám, akkor inkább már nem a hagyomány, hanem ilyen buli. Nálunk is inkább ilyen része, tehát egyik része a hagyomány, de az emberek összejönnek, egy picit pihennek, kikapcsolódnak, találkoznak, egy-egy üveg bort is hoznak, meg kínálgatják a saját termékeiket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó közösség kovácsoló hatása van. Az eseményen a teveli svábok is minden évben jelen vannak. Ján Ernő is a közösségépítés erejét emelte ki. Nagyon sokan vannak, akik még nem láttak disznóvágást, nem tudják, hogy hogyan van a disznópörzsölés, az nagyon sok fiatal van, és ez ugye most lehetőséget ad, hogy megismerik a disznóvágást, és a csoport összejön, a két csoport, és nekünk ez nagyon nagy élmény, hogy együtt lehetünk, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk mulatni. Fazekas Attila, Tevel polgármestere elmondta, hogy a településen nagy jelentősége van a disznóvágásnak. A közösség a lényeg, tehát igazándiból, tehát úgy gondolom, hogy egy kis település akkor tud megmaradni a mai világban, hogyha összefognak az emberek, és nem csak a népcsoportok, hanem a népcsoporton belül is, tehát muszáj összefogással, barátsággal lenni, hiszen akkor tudunk egy egységet alkotni, és ez nagyon fontos mindig. Körülbelül 80 ember vett részt az eseményen. A nap közös vacsorával zárult. A szervezők szeretnék jövőre is megrendezni az eseményt. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A magyar női kosárlabda válogatott nem jutott ki a 2024-es Párizsi olimpiára, mivel a soproni selejtező torna vasárnapi zárómérkőzésén 22 pontos előnyről kikapott Spanyolországtól és a négy csapatos viadal utolsó helyén végzett. A magyar védekezés világszínvonalú volt, azonban a nagy szünet után a spanyolok átvették a vezetést, és az utolsó hazai támadás sem járt sikerrel. A válogatott ezzel az utolsó helyen zárt, és nem jutott ki a párizsi játékokra. Sasa Gori, Kis Virág és Studer Ágnes korábban a szekszárdi csapatot erősítette, Horváth Bernadett jelenleg is a Tarka SC szekszárd csapatánál játszik. Az utóbbi hetekben a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság munkatársait képezték arra, hogy baj esetén bárkin segíteni tudjanak. A képzés célja, hogy a rendőröket felkészítse az életveszélyes helyzetek felismerésére és elhárítására, akár intézkedés közben is. A legfontosabb cél, hogy az alapvető életmentési és elsősegélynyújtási technikákat elsajátítsák. Az oktatás során az elméleti és alapgyakorlati képzést követően a résztvevők valósághű, szituációs helyzetekben gyakorolhatják az elsajátított tudásukat. A Paksi FC hazai pályán 1-0-ra nyert a Kecskemét ellen. Vasárnap a labdarúgó OTP Bankliga 20. fordulójában ezzel visszaelőzte a Ferencvárost és ismét a tabella élére állt. Mindkét csapat két bajnoki győzelemmel kezdte az évet. A Paks hazai pályán még nem kapott ki az idén során, egy döntetlen mellett 9 alkalommal begyűjtötte a 3 pontot. Maskarába öltözött gyermekek szüleikkel igyekeztek előzni a telet a városi farsangon. Az eseményt minden évben megrendezik a Dombóvári Művelődési Központban. Zenés műsorral készült a gyerekeknek a Dombóvári Művelődési Ház a Városi Farsangon. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület, valamint a Földi István Könyvtár kézműves foglalkozással várta a családokat. A zsűrinek egyébként nagyon nehéz dolga volt, hiszen több volt az a jelmez, amit otthon készítettek a szülők, családok is beöltöztek, tehát igazán nehéz dolgok volt, és egész pici, 7 hónapos, meg egész pici gyermekek is voltak, de voltak nagyobbak is, szerencsére felsősök is. A koncert után meg volt az eredményhirdetés, tortákat kaptak ajándékba, illetve külön díjat is, amit az Életfa Nagycsaládos Egyesület ajánlott fel. De hát még nincs vége a bulinak, most lehet hallani, hogy az itt meghívott Bohócnak van egy interaktív műsora, utána lufi hajtogatás következik, ami nagyon népszerű a gyermekek közében. A gyermekek számára a legnagyobb boldogságot az jelentette, hogy felvehették kedvenc mesefigurájuk jelmezét. A szülők örömmel kísérték el a kicsiket a közösségépítő programra. Neki most az első farsangja, tavaly nekik volt az első farsang, úgyhogy egy nagy élmény nekünk, mert a pici még nem jár óviba, úgyhogy neki is, hogy végre beöltözhetett, élveztük, úgyhogy igen. Örülök a lehetőségnek! A jelmezkészítés fontos tényezője a farsangi időszaknak, hiszen a családtagok minőségi időt töltenek el egymással. Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, örülünk annak, és a zsűri is díjazza azt, hogyha a szülők készítik, vagy anyuka, vagy apuka jelmezeket, hiszen ez már azt jelenti, hogy összeül a család, eleve ad egy ötletet, vagy apuka, anyuka, vagy a kisgyermek egy kedvenc sorozata, és ha már össze tudnak ülni, hogy közösen dolgoznak rajta, akkor kreativitás, együtt van a család, el kell jönni felvonulni, azt is láthattuk, hogy lehet, hogy az óvodában a legrosszabb gyerek, aki rálép a másik lábára, itt abban a pillanatban a zsűri elé kell állni, egy kicsit megszeppen. Tehát ezt is tanulják egy picit, hogy ki kell állni valaki elé, föl kell vállalni azt a jelmezt, amiben készülnek. A mulatozás mellett nem maradhatott el a fánk sem, amelyet a Dombóvári Székelykör tagjai készítettek el a résztvevőknek. Közel 200 darab fánkot sütünk, és a végén, amikor az eredményhirdetés megtörtént utána, akkor fogjuk odaadni a gyerekeknek. Ezt mi sütöttük, mi dagasztottuk, mi gyúrtuk, szaggattuk, sütjük, úgyhogy nagy élvezettel. Hihetetlen mennyiség, egyébként nagy családom van otthon, de ennyit nem sütöttem még. A zsűri a jelmezeket tortával díjazta, melyet az Életfa Nagycsaládos Egyesület ajánlott fel. Regionális híreink következnek. Nem éri meg fiktív számlákkal adót csalni. Bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozók. Kolbász Fesztivál. 14. alkalommal várják Fonyódra a gasztronómiát kedvelőket. Marad még adósság a Pécsnek. A költségvetésről tárgyalt a szakbizottság. Évindító akciójával a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága sikeresen számolt fel egy fiktív számlák kibocsátására szakosodott bűnszervezetet.
A nyomozóhatóság vagyonbiztosítási intézkedései hatására a költségvetésnek okozott 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrány az utolsó forintig megtérült. Ezzel a rajtaütéssel kezdték az évet a NAV bűnügyi nyomozói. Az akcióban egy fiktív számlák kibocsátására szakosodott bűnszervezetet számoltak fel. Üzemeltető elkövetők 25 gazdasági társaságból álló céghálózatot biztosítottak két megbízó társaság adóelkerüléséhez. A cégláncolatban szereplő gazdasági társaságok tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, sőt a munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel nem is rendelkeztek. Az elkövetők gyakorlatilag olyan céghálózatot hoztak létre, amelyben a 25 cég, 3 fővállalkozó, 10 közbenső, úgynevezett átfolyató cég, és további 12 bukó cégből állt. A számlagyár felszámolására több helyszínen csaptak le a nyomozók. Egyszerre 8 helyszínen 56 pénzügyőr nyomozó és járőr dolgozott, az általuk beszerzett bizonyítékok értékelése és elemzése a nyomozás további szakaszának feladata lesz majd. Az akcióban ezeknek a bűnszervezeti elkövetésből élő bűnelkövetőknek az elfogásában a NAV Merkur bevetési egysége is hatékony segítséget nyújtott, ezúttal is aktív és dinamikus fellépésével. Az akció keretében 6 fő előállítására került sor, közülük 4 személy letartóztatását elrendelte a Pécsi Járásbíróság, és a gyanúsítottak közül, akikből jelenleg 14 személy van, 3 fő bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll. A bűnszervezet jelentős kárt okozott a költségvetésnek. A bűnszervezet által okozott vagyoni hátrány meghaladja az 500 millió forintot, ehhez kapcsolódóan ugye a kár megtérülés érdekében szükséges volt a minél nagyobb összegű vagyonbiztosítás, ami 1,7 milliárd forint értékű. A nyomozók luxusautókat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat foglaltak le, illetve vettek zár alá. A szervezetet irányító elkövetők bűnösségüket kimondó, elmarasztaló bírósági ítélet esetén akár 20 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással nézhetnek szembe. A nyomozást és az akciót a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága végezte, azt azonban nem árulhatta el a szóvivő, hogy az ország mely területeit érintette munkájuk. Elkezdődött a 14. Fonyódi Kolbász Fesztivál. Több ezer embert várnak a vasárnapig tartó programokra. A rendezvényen civil és önkormányzati csapatok egyaránt öltik majd a kolbászt, de a verseny mellett helyi termelők is kínálják portékáikat, valamint két helyszínen koncertek is szórakoztatják az érdeklődőket. Az esemény népszerűségét mutatja, hogy Fonyódon már alig találni szállást hétvégére. Pénteken délelőtt még épült a színpad, este pedig már birtokba is veszik a fellépők. A helyi mentőszolgálat javára jótékonysági árverést is tartanak. Szombaton pedig már a csapatoké a főszerep a Fonyódi sportcsarnokban. 30 csapat fog tölteni, azért csak 30, mert a sportcsarnoknak ekkora a befogadó képessége. Ezt 3 hete lezártuk, ezt a jelentkezést. Itt mi, amit ugye szakmai zsűri van, tehát tényleg gasztrobloggerek, szakácsok, húsipari vezetők vannak a zsűriben. Az ő véleményük az, hogy minél egyszerűbb, annál jobb. Nyilván a csapatok nagy része azért speciális kolbászokkal próbálkozik, ebben nekünk nagy döntésünk nincs, mi csak a visszhangot halljuk mindig, hogy a legegyszerűbb a legjobb. Vasárnap 14 önkormányzati csapat méri össze gasztrotudását a kolbásztöltő versenyen, ahol helyi kulturális csoportok műsora szórakoztatja a vendégeket. A fesztivál immár évek óta a gasztronómiai és zenei élmények mellett a környezettudatosságra is törekszik. Az, hogy saját logósat készítettünk, ez az idei év újdonsága, egyébként 2 éve van repoharunk, és 70%-kal kevesebb szemetet termel így a fesztivál. Nagyon szeretik az emberek hazavinni is, de viszont vissza is váltható, tehát nem az van, hogy tokent adunk, vagy adnak a vendéglátósok, hanem visszaadják az árát. Viszont így nincs szemét. Évről évre népszerűbb a kolbászfesztivál, amely a téli balatoni turizmust is felpörgeti ezen a hétvégén, Fonyódon és környékén. Mi nagyon bízunk benne, hogy rekordközeli látogatottságunk lesz. A szálláskiadókat tudjuk nézni, indexelni, és elég nehéz Fonyódon most már
két-négy személyes szállásokat találni, tehát amik megmaradtak szállások, azok mind ilyen nagy 6-8-10 fős apartmanok. A Fonyódi Kolbász Fesztivál közönségét a többi között az Irigy Hónajmirigy, a Delta és Kovács Kati is szórakoztatja ezen a hétvégén. A szabadság éve, így hirdette az idei költségvetési évét a baloldali városvezetés Pécsen. Ezzel utaltak arra, hogy az állami hitel utolsó részletének befizetésével a vármegye székhelyt nyomasztó tehertől szabadul meg. Azonban a gazdasági bizottság ülésén kiderült, még sok milliárdot kell kifizetni, hogy ez igaz legyen. A képviselők az idei költségvetés tervezetét tárgyalták pénteken. Az állami hitel utolsó részletének kifizetése után marad még adósság terhe Pécsnek. Ezt vetette fel a Tiszta Kezek frakció politikusa a Városgazdasági Bizottságának pénteki ülésén. Topán László szerint tudniuk kell a pécsieknek a valós helyzetről. Azt a korábban 8,5 milliárd forint összegű hitelt az idei költségvetésben, be van tervezve annak a hitelnek az utolsó törlesztő részlete is, és az előterjesztés azt tartalmazza, hogy ezzel a város minden adósságától megszabadult, de a valóság ezzel szemben az, hogy az Európai Uniós, tehát EIB hitelkeret még hosszú évtizedekig megterheli a város költségvetését, és erre kérdeztem rá. Kiderült, hogy nagyobb kötelezettség halmozódott fel az EIB hitelkeretből, mint amit az államnak visszafizetett Pécs. Milyen összegek ezek, és a következő években évente hány millió, vagy hány százmillió, vagy hány milliárd forint visszafizetési kötelezettség terheli a várost, és hát körülbelül az hangzott itt el, hogy a valóság az, hogy még közel 10 milliárd forintnyi adósság az idei évben is megmarad, amelyeket körülbelül ilyen fél milliárd forintos összegben az elkövetkező nagyjából 20 évben folyamatosan törleszteni fogja az önkormányzat, mire ezeket a hiteleket visszafizeti. Mint ismert, 1,75 század milliárd forint az utolsó törlesztő részlet, amit fizet idén az önkormányzat a 8,5 milliárd állami hitel után. A kamatmentes kölcsönt az önkormányzati cégek hivatal strukturális átalakítására kérte és kapta az előző városvezetés. Az elmúlt évek munkája beérett, mondta a bizottsági elnök a rekordmagas iparűzési adóbevételre. Azt látjuk, hogy a munka sikerre vezetett, hiszen a tavalyi tervezett iparűzési adóhoz képest az idei tervezett iparűzési adó lényegesen magasabb, tehát nagyságrendileg több, ami ennek a munkának köszönhető. Tehát látjuk azt, hogy egyre több cég, egyre több tevékenységet végez Pécsen, és az iparűzési adó növekszik. De alapvetően az iparűzési adó az egyik fő bevételi forrása az önkormányzatnak, tehát ez nagyon fontos számunkra, hogy ez milyen nagyságrendű. Ebből tudjuk a költségeket finanszírozni, illetve ebből is tudjuk finanszírozni. Nyilván más bevételi források is vannak. Közel 14 milliárd forint a tervezett iparűzési adó idén. Az elnök nem tett említést arról, hogy a kormányzat jelentősen segítette a Pécsre érkező cégek letelepítését a városban, akik adójukkal 14 milliárd forinttal járultak hozzá a vármegye székhely bevételeihez. A pécsi költségvetésről február 13-án tárgyal a képviselőtestület. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nők a tudományban, konferencia Bonyhádon. Schwab Bál Szekszárdon. Már a harmadik generáció szervezi ezt a nívós eseményt. Hagyományőrzés. Székely disznóvágás Tevelen. Farsangolás. Jelmezbe öltözve törekedtek elűzni a telet Dombóváron. Kedden délelőtt fokozatosan kitisztul az ég, délután pedig már több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső, záporok keleten fordulhatnak elő az időnként megnövekvő felhőzetből. Az élénk erős, helyenként viharos északnyugati szélben 8-13 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!